ebben a videóban Pitagorasz tételével és a tétel megfordításával fogunk megismerkedni, és feladatokat is fogunk megoldani. A tétellel azért érdemes megismerkedned, hogy ne járj úgy, mint az egyszeri diák, akitől a matek tanára azt kérte, hogy keresse meg annak a derékszögű háromszögnek az átfogóját, amelyről tudjuk, hogy az egyik befogója 4 cm, a másik pedig 3 cm. Megtaláltam, ez az, rikkantott fel boldogan a diák, és rámutatott az átfogóra. Igaz, hogy jó, ha tudjuk, hogy a derékszögű háromszögnek azokat az oldalait, amelyek befogják a derékszöget, befogóknak, azt az oldalt, ami pedig átfogja a derékszöget, hát azt meg átfogónak nevezzük, mégis illik tudnunk, hogy mit mond ki a tétel, és mit a megfordítása. Pitagórasz tétele kimondja, hogy bármely derékszögű háromszögben a két befogó négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével. Pitagórasz tételének megfordítása pedig azt mondja ki, hogy ha egy háromszög két oldalának négyzetösszege a harmadik oldal négyzetét éri, akkor az a háromszög derékszögű háromszög lesz. Pitagórasz tételének geometriai jelentése az, hogy a derékszögű háromszög befogóira rajzolt négyzetek területösszege az átfogóra rajzolt négyzet területét éri, és fordítva. Mivel középszintű érettségén nem kell megtanulnod a tétel bizonyítását, ezért csak szemléltetem neked. Leggyakrabban síkidomok és testek adatainak kiszámolására használhatjuk, hiszen a kerület-terület a felszín térfogatszámításhoz a hiányzó adatok meghatározásakor sokszor alkalmazzuk ezt a tételt. De későbbiek során akár a koordináta geometriába, akár a sorozatok témakörében is szükséged lesz rá, ezért tehát érdemes megtanulni. Most pedig álljunk neki a feladatok megoldásának. Először oldjuk meg az egyszeri diák feladatát. Tudjuk, hogy a derékszögű háromszög befogói 3, illetve 4 cm hosszúak, és ki kell számolnunk a derékszögű háromszög átfogójának hosszát. Vegyünk fel egy derékszögű háromszöget, az egyik befogóját jelöljük A-nak, legyen ő a 3 cm hosszú, és a másik befogóját jelöljük B-vel, ő legyen 4 cm hosszú, és a kérdés a C átfogó hossza. Alkalmazzuk Pitagórasz tételét, ugye a befogók négyzetösszege az átfogó négyzetét éri, A helyére helyettesítsünk be 3-at, B helyére helyettesítsünk be 4-et, ekkor 3 a négyzeten, meg 4 a négyzeten a C négyzetet ér. Elvégezve a kijelölt műveletet, C négyzetre 25-öt kapunk, ami azt jelenti, hogy a C ugye vagy plusz, vagy mínusz 5 lehetne, de mivel geometriai jelentése van a C, az egy oldalhosszúság, melynek mérőszáma pozitív értékű lehet csak, ezért a C a 25-nek a négyzetgyöke, tehát 5 cm lesz. Így a válaszunk az, hogy ennek a derékszögű háromszögnek az átfogója 5 cm hosszú. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. A most következő feladatnál a derékszögű háromszög egyik befogója 9 cm, az átfogója pedig 41 cm. Számold ki a derékszögű háromszög másik befogóját. Vegyünk fel egy ábrát, tegyük fel, hogy az A befogót nem ismerjük, a B befogóról tudjuk, hogy az 9 cm, és tüntessük fel, hogy az átfogó hossza 41 cm. Ismét helyettesítsünk be az A négyzet meg B négyzet egyenlő C négyzet szabályba, ahol az A-t nem ismerjük, tehát ő marad A. A B helyére 9-et írhatunk, a C helyére 41-et helyettesítünk, tehát helyére 41-et írunk,
Ekkor odajutunk, hogy A négyzet meg 9 a négyzeten egyenlő 41 a négyzeten. Elvégezve a négyzetre emeléseket, A négyzet meg, ugye 9-szer 9 az 81, egyenlő, 41-szer 41 pedig 1681. Most mindkét oldalból vegyünk el 81-et, ekkor A négyzet 1600-nak, A pedig 40 cm-nek fog adódni. Ára a mínusz 40-es megoldás, az most is hamis gyök lesz. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Most pedig számoljuk ki, hogy mekkora egy 20 cm oldalú négyzet átlója. Vegyük fel a négyzetet, tüntessük fel az oldalait 20 cm-nek, és jelöljük be az egyik átlóját, amit X-el jelölünk. Ez az átló két darab derékszögű háromszögre bontja ezt a négyzetet, melynek egyik felében fel tudjuk írni Pitagórasz tételét. A helyére 20-at behelyettesítve, 20 a négyzeten meg 20 a négyzeten egyenlő X négyzethez jutunk, amiből az X négyzet 800-nak adódik, és négyzetgyökvonás után 28,28 cm hosszú lesz ennek a négyzetnek az átlója. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. A videóm elején említettem, hogy koordináta geometriában a két pont távolságának meghatározásához használni fogjuk Pitagórasz tételét. Ez a feladat most azt kéri tőlünk, hogy állapítsuk meg a koordináta rendszer A és B pontjainak távolságát, hogyha az A pont koordinátái 4, 2, a B pont koordinátái pedig 7, 6. A két pont távolságát jelöljük is D-vel, és ezt az AB szakaszt foglaljuk bele egy derékszögű háromszögbe. Nagyon jól látszik, hogy ennek a derékszögű háromszögnek az X-tengellyel párhuzamos befogója az 3 egység hosszú, ami pont az abszisszák különbségét éri. Az Y-tengellyel párhuzamos befogója pedig 4 egység hosszú lesz, amit az ordináták, a második koordináták különbségeként is ki tudunk számolni. Felírva Pitagórasz tételét erre a derékszögű háromszögre, 3 a négyzeten, meg 4 a négyzeten egyenlő D négyzethez jutunk, ebből a D-re 5 egység hosszúságot kapunk. A két pont tehát 5 egység távol van egymástól a koordinátarendszerben. Egy négyzet két szomszédos oldalának felező pontjait összekötő szakasz hossza 10 cm. Mekkora a négyzet oldala? Vegyünk fel egy A oldalú négyzetet. Tüntessük fel a két szomszédos oldalának felező pontjait összekötő szakasz, és írjuk fel, hogy ez 10 cm hosszú. A négyzet oldalának a felét vagy A per 2-vel jelölöd, vagy X-el. Ha X-el jelölöd, akkor az A 2X hosszú lesz. És felírhatjuk a 10 cm átfogójú derékszögű háromszög részletben azt, hogy X négyzet meg X négyzet egyenlő 10 a négyzeten, amelyből X-re 7,7 cm hosszúságot kapunk, ami miatt viszont a négyzetünk oldalhossza 14,14 cm lesz. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Ez a feladat azt kéri tőlünk, hogy számoljuk ki a négyzet oldalának hosszát, hogyha a négyzet körírt körének sugara 4 cm. Vegyünk fel egy négyzetet, rajzoljuk meg a köréért körét, és a köréért kör sugara
bárhol 4 cm. De hová érdemes ezt a sugarat megrajzolni? Nyilván nem így, hanem úgy, hogy észre kell vennünk azt, hogy a kör átmérője az pont a négyzet átlóját éri. És ekkor ez az átló két derékszögű háromszögre bontja szét a négyzetet. Felírva az egyik derékszögű háromszög részletbe Pitagórasz tételét, oda jutunk, hogy A négyzet meg A négyzet az D négyzetet ér. Behelyettesítve D helyére a sugár kétszeresét, tehát a 8-at, és elvégezve a kijelölt műveleteket, ára 5,66 cm-t kaptunk. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. A videóm elején azt is említettem, hogy a síkidomok területének és területének meghatározásához is nagyon sokszor szükségünk lesz Pitagórasz tételének alkalmazására. Hát nézzük meg ezt a feladatot. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 18 és 8, a szárai pedig 13 cm-esek. Mekkora a trapéz területe és területe? Rajzoljunk egy szimmetrikus trapézt, tüntessük fel, hogy az A és a C a párhuzamos alapjai 18, illetve 8 cm-esek, és azt is, hogy a szárai 13 cm-esek. Ekkora kerületet ennek a négy oldalhosszúságnak az összegeként rögtön elő tudjuk állítani. Ellenben a trapéz területét úgy tudjuk kiszámolni, hogy a párhuzamos oldalak összegének a felét szorozzuk a trapéz magasságával. Csak hogy most nem ismerjük ezt a magasságot, ezért vetítsük merőlegesen a 8 cm-es alapot a 18 cm-es alapra. Ekkor a szimmetrikus trapézból leesik két olyan derékszögű háromszög, melynek alsó befogója 5 cm, a másik befogója a trapéz magassága, és ennek a leeső derékszögű háromszögnek az átfogója, az pont a trapéznak a szára lesz. Felírhatjuk Pitagórasz tételét ebben a derékszögű háromszögben, 5 a négyzeten, meg M a négyzeten, egyelő 13 a négyzeten, 5x5 az ugye 25, meg M négyzet, egyelő 13x13 13 az 169. Mindkét oldalból 25-öt elvéve, M négyzetre 144-et, M-re a geometriai jelentés miatt csak a pozitív megoldást, tehát a 12 cm tudjuk elfogadni. Most már ki tudjuk számolni a trapéz területét, helyettesítsünk be a trapéz területének szabályába, ekkor 18 meg 8 per 2 ször 12-höz jutunk, melynek értéke 156. Ennek a trapéznak a területe tehát 156 négyzetcentiméter lesz. Nem csak síkidomok adatainál, hanem a testek adatainak meghatározására is alkalmazzuk Pitagórasz tételét. A feladat szövege így hangzik. Egy kúp alapkörének sugara 7 cm, a magassága 24 cm. Mekkora az alkotója? Rajzoljunk egy kúpot, jelöljük az alapkörének a sugarát R-rel, a magasságát M-mel és A-val az alkotóját. Akkor ennek a kúpnak a főtengely metszete az egy olyan egyenlőszárú háromszög lesz, melyet a kúp magassága két derékszögű háromszögre bont. A derékszögű háromszög részletbe felírhatjuk Pitagórasz tételét, azt, hogy R négyzet meg M négyzet egyenlő A négyzet, hiszen a befogók négyzet összege éri az átfogó négyzetét. R helyére 7 cm, M helyére 24 cm helyettesítve, 7 a négyzeten meg 24 a négyzeten egyenlő A négyzethez jutunk. Elvégezve a kijelölt műveleteket,
ára 55 cm hosszúságot kapunk. Most kérlek, állítsd meg a videót, és oldd meg önállóan a kijelölt feladatot. Ellenőrizd a megoldásodat az én megoldásom alapján. Végezetül szeretném megköszönni, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!